Jelenléti oktatás a középiskolákban, elsősöket fog tanítani Horváth Tünde, Kovács Máté matematika versenyeken vesz részt, veszélyben vannak a madarak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 17-én 18 óra 5 perckor. Újraindult a jelenléti oktatás az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban. Tóth Barna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium igazgatója a televíziónknak elmondta, már több hónapja várta ezt a napot. Igen, nagyon vártuk, az az igazság, tulajdonképpen november közepe óta várjuk már, de természetesen tudomásul vettük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, úgyhogy türelmesek voltunk, de nagyon örülünk, hogy eljött. Az első tanítási napot szigorú óvintézkedésekkel kezdték a gimnáziumban. Ugye maguk az egészségvédelmi intézkedések azok ismertek számunkra már régóta, és természetesen mi is megtettük a kötelező fertőtlenítést termenként, nagyon pontosan és precízen, ahogy máskor is szoktuk. Igyekeztünk a távolságtartásra is egy picit odafigyelni. A múlt héten ugye már volt nekünk érettségünk, úgyhogy ott egy picit vissza tudtunk rázódni abba a részbe, ami már a személyes jelenléttel való találkozásokról szólt. A diákok többsége felvette az oktatást. Mindössze 4-5-en jelezték, hogy nem szívesen jönnének még, illetve várnának még egy kicsikét. Erre lehetőségük van egyébként, illetve mi pedig egyértelműen arról beszéltünk már a jogszabály előtt is, hogy türelmesek leszünk ebből a szempontból is, és az ilyen félelmeket próbáljuk majd kezelni emberségesen. Az évvége normál menetben mozgalmasan szokott telni. Most viszont folyamatosan figyelik a kormány intézkedéseit, és ehhez kötik a közösségi programokat is. Jelen pillanatban ugye az a szabályozás van érvényben, hogy május 25-e után lehet ilyen ballagási rendezvényeket, illetve tanévzárókat tartani. Mi mindenféleképpen szeretnénk tervezni ilyen rendezvényt, természetesen ugye az akkori aktuális szabályok betartásával, illetve a másik nagy kérdés még az osztálykirándulásoknak a kérdése. Ebben a kollégák, az osztályfőnök kollégák még gondolkoznak, ugye annyit tudunk róla, hogy ottalvás nélküli egy napos alkalmakat lehet rendezni. Nem csak a diákoknak könnyebb a tantermi oktatás, hanem a pedagógusoknak is. Ugye az a helyzet, hogy mi azért erre vagyunk trenírozva, hogy jelenléti oktatási rendben tanítsunk, többen azért több évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött, és ha bár ezt a digitális oktatást én úgy gondolom, hogy nagyon becsületesen igyekeztünk végrehajtani, talán a kollégáim nevében is bátran mondhatom, de nem alakult ki még ennek a kultúrája megfelelő módon, úgyhogy ez azért nehézségeket okozott mindenféleképpen. A diákok már reggel megkezdték a tanulást, kicsit izgatottan. Történelem órával kezdtünk, és szerintem sok változás történt, de jó volt újra ismerős arcokat látni. Szerintem könnyebb jelenléti oktatásban. Egy bizonyos kapcsolat megvan a tanár és a diákok között ilyenkor. Jobban kijön ez a kérdés-válasz lényegű dolog. Sokkal egyszerűbb itt tanulni, mondja ez a diák. Ha valami probléma van, azonnal tud kérdezni. Bár ez digitális oktatásban is jelen volt, tudtunk kérdezni a tanároktól, meg volt a felület, ahol ez megtörtént. Nem csak a reggel volt izgalmas, de az este is. Kicsit izgultam, de nem tartottam tőle, mert tudtam, hogy minden rendben lesz, tanárok szeretettel vártak, és fogadtak minket. A szünetek is mozgalmasan telnek a gimiben, van mit bepótolni, mondják a diákok. Még most van az első szünetünk, de megvan egy baráti körünk, akikkel régen találkoztunk már, biztos a elmaradott élményekről és tervekről fogunk beszélni. A Szent Pál Marista általános iskolában Horváth Tünde tanítónővel beszélgettünk arról, hogyan is készül a szeptemberi kezdésre, hiszen elsős tanítónéni lesz. A tanítónőnek régen volt már elsős osztálya, de kisfia ősszel kezdte az elsőt, így most belelátott az egész tananyagba, hogy mit hogyan kell majd csinálni szeptembertől elsőseivel. Olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az én kisfiam szeptemberben kezdte az első osztályt,
Így természetesen most belelátok el az egész tananyagba, és hogy mit, hogyan kellene majd csinálnom a szeptember, vagy szeptemberben. Nagyon fontos az első 3 hónap a prevenciós rész nálunk, hogy az iskola-óvoda átmenetet meg kell, hogy könnyítsük, és próbálni felzárkóztatni a gyerekeket, hiszen a járványügyi helyzetben ugye az utolsó hónapokban nem igazán járnak óvodában, és minden, vagy a célom az, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni, és minél hamarabb tudjunk hozzákezdeni a munkának. Célja, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni, és minél hamarabb tudjunk hozzákezdeni a munkához. Az elsősökkel, mondja a tanítónő, aki korábban teljesen más pályára készült. Rendvédelmi szakközépiskolába járt, a rendőrség felé orientálódott, de a szeme miatt nem sikerült a felvételi, így édesanyja javasolta neki, menjen tanítóképző főiskolára. Én teljesen más pályára készültem. Én rendvédelmi szakközépiskolába jártam, és a rendőrség felé orientálódtam volna tovább, de sajnos a szemem miatt nem sikerült a felvétel. Nagyon-nagyon kevés időm volt arra, hogy eldöntsem, milyen főiskolára adhatom be, és édesanyám javasolta azt nekem, hogy adjam be tanítóképző főiskolára. Beadtam, és nem is bántam meg azóta se ezt a döntést, mert én el sem tudom képzelni az életemet a gyerekek tanítása nélkül. 2006. januárjában itt kezdett, 2013. októberében elment innen, és tavaly került újra vissza a Maristába. Időközben elvégzett egy hitoktatói képzést, és első-második évfolyamon ő tanítja a hittant is az iskolában. Én 2006. januárjában kezdtem, még akkor az Áder úti általános iskolában, és egészen 2013. októberig dolgoztam itt. Akkor elmentem ebből az iskolából, és tavaly kerültem újra vissza ide. Időközben én elvégeztem egy hitoktatói képzést, és ezért már most első-második évfolyamon én tanítom a hittant is ebben az iskolában. És mire számíthatnak majd az elsősei? Elsősorban szeretem a szeretetteljes és a bizalomteli légkört kialakítani, hisz úgy gondolom, enélkül nem tudunk munkát kezdeni. A gyerekek igényei érzik az urok, ha azt látom őket, hogy elfáradnak játékos, mozgásos, énekes feladatokkal, frissülünk fel, és ez fogja jellemezni az óráinknak a nagy részét. Természetesen a munka nem marad el, de úgy gondolom, hogy fontos a gyerekeknek ez is. Augusztus végén van a Gólyafiókatábor, ahol megjelennek a beiratkozott elsős gyermekek. Itt ismerkedik majd velük, hogy ne ismeretlenül jöjjenek be szeptemberben az iskola kapuin. Nekünk augusztus végén van egy Gólyafiókatáborunk, ahol megjelennek a beiratkozott elsős gyermekeink. Ismerkedünk ugye velük, hogy ne úgy jöjjenek be szeptemberben az iskola kapuin belőle, hogy nem ismernek senkit, izgulnak. Ez egy nagyon jó dolog szerintem, mert itt azért nagyon sok mindent megtudunk a gyerekekről. Hiszen itt a kézművességektől kezdődően egy kis feladatlapozáson keresztül látjuk, hogy a gyerekeknek mihez van tehetsége, vagy mihez éppen kevésbé. És innestől kezdve már tudunk indulni, és hogy segíteni őket abban, hogy fejlődjenek tovább. Szeptemberre teljesen vidám dekorációkkal fogja feldekorálni a tantermét. Lesz születésnapi fal, sok boldogságos kép, hiszen a gyerekeknek fontos, hogy milyen környezetben vannak. Ha jól érzik magukat, sokkal könnyebben tudnak tanulni és figyelni. Kovács Máté, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosa matekból nagyon remekül szerepel a versenyeken. Kedvence a matematika és a környezet. Utóbbiban az állatok tetszenek neki a legjobban. Az állatok tetszenek nekem a legjobban környezetből, de azért a földről is, mikor tanulunk, az is nagyon, nagyon tetszik nekem. Az állatok azok azért tetszenek, mert van otthon, vagy azért tetszenek, mert nincs otthon és szeretnél? Azért tetszenek, mert nekünk van otthon 2 nyuszink. És mi a feladatod a nyuszikkal? Hogy minden reggel megetetem őket, és 2 naponta kitisztítom az almukat. És akkor mivel eteted meg őket? Ilyen magvakkal, például kukorica, például még napraforgó mag, és még hasonlók. És akkor ez a te feladatod otthon, tehát te már nagyon szépen ezt ellátod. Milyen állatot szeretnél még, ami most éppen nincs? Én még egy kutyus szeretnék otthonra.
Milyen fajtát? Egy golden kutyát. Már sok versenyen indult idén is. A harmadcsepp versenyre matekból jelentkezett. Az első forduló nagyon nehéz volt, de egyébként előkészült minden versenyére. A harmadcsepp verseny, amire ugye matekból jelentkeztem, annál az első forduló volt nagyon nehéz, de egyébként előkészültünk mindegyikre. És mi volt ebben nehéz, hogy először vettél ilyen részt, és egy kicsit izgultál? Nem az volt a nehéz, hogy először vettem részt, hanem az volt a nehéz, hogy ilyen bonyolultak voltak a feladatok. És akkor sikerült megoldani. Úgy tudom, hogy volt egy másik verseny is, ahol szépen szerepeltél. Igen, a Bíbot volt a másik verseny. Az azért tetszett nekem, mert abban egy kis robot méhecskét kellett minden feladatlapon irányítani. És ez nehéz volt? Ez egyszerű volt. És mondod te, aki ezt megértette és jól szerepelt, igaz? És én rájöttem otthon, hogy mindig, mikor beküldtünk egyet, 23 lépésből lehetett mindig megcsinálni mindegyiket. Máténak sok barátja van, akikkel az udvaron labdás játékokat játszanak, és abban barátja Lali nyer mindig, őt egyszer szeretné legyőzni. Ha a tanulásban elakad, szülei segítenek neki otthon. Én szeretek az állatokkal foglalkozni, meg szeretek az iskolában is lenni. Sok kis barátod van az osztályban? Igen, sok van. Mit szoktatok közösen játszani? Szoktunk az udvaron ilyen labdás játékokat játszani. És ebben ki a nyerő? Ebben mindig az egyik barátom, akit úgy hívnak, hogy Lali, mindig ő szokott nyerni. Szeret magyar népmeséket és vicces meséket olvasni, és 5 éves öccsével is szívesen játszik. Szoktak segíteni akkor, mikor van egy ilyen nehezebb matek, vagy bármilyen más verseny. Olvasni szeretsz? Igen, szeretek olvasni. Miket szoktál olvasni? Szoktam a magyar népmeséket olvasni, meg még szoktam ilyen kis vicces meséket is. Akkor ez szerint egy ilyen kis vidám gyerek vagy? Igen. Van testvéred? Van. És vele miket szoktál játszani? Kisebb, nagyobb? Nálam kisebb, ő 5 éves. Hát akkor jó kis bátyuskája vagy? Igen, szoktunk együtt sokat játszani. Például ilyen kis, ő szeret velem az udvaron játszani ilyen puskás játékokat. Védett madarak ezreit veszélyezteti a szabálytalan léppuska használat Karcagon is. Védett és fokozottan védett madarak ezreit veszélyezteti a szabálytalan légpuska használat. Az állatok a rendellenes fegyver használat mellett a nem megfelelően kihelyezett csapdáknak is áldozatául esnek. Az elmúlt egy évben jelentősen megemelkedett a Hortobágyi Madárkórházban azon esetek száma, amelyek hátterében lőtsérülések vagy szabálytalanul kihelyezett csapdák állnak. Hetente mintegy tucat sérült állat érkezik az intézménybe, a két probléma valamelyike miatt térségünkből. A vadon élő állatok közül a sérülteknek csak töredéke kerül emberkézre. A Hortobágyi Madárkórház becslései szerint országosan több ezerre tehető a valós esetek száma. Majdnem egyszerre szállították be egy légpuskával meglőtt fehér gólyát, amely fokozottan védett faj, eszmei értéke 100 000 forint, és egy szabálytalanul kihelyezett, csapóvas által fogott barna réti héját, amely szintén védett, eszmei értéke 50 000 forint. Előbbi valószínűleg fészkel, tojásai jelenleg árván maradtak. A lövedék a madár felkarcsontját roncsolta, gyógyulása több mint 2 hónapig is eltarthat. Utóbbinak a csapóvas majdnem letörte a lábfejét, az állat jelenleg is válságos állapotban van. A szándékos és illegális mérgezések megelőzésének alternatív lehetősége a vadgazdálkodásban és természetvédelemben nem kívánatos túlszaporodott szárnyas és szörmés kártevők visszaszorítására az élvefogó csapdázás. A nem megfelelő fegyverrel elejtett vagy megsebesített állatok orvadászat, állatkínzás és védett állatfaj esetében természetkárosítás áldozatai, mely büntető eljárást vonhat maga után. A Madárkórház, valamint a zöld hatóság ilyen esetekben megteszi a feljelentést. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon.
Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!